A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Rövidesen megkezdődik a Hidro Fehérvár AV 19 jégkorong csapatának az edzés sorozat, hiszen fel kell készülni a ligákra. És hát ilyenkor vannak a változások, kedves nézőink, és ezekről a változásokról hiteles formában kell, hogy beszámoljunk, hiszen ne feledjük, jelen pillanatban a hoki az a csapatsportág, amely a legtöbb nézőt vonz, annál is inkább, hiszen kiváló eredmények születtek az elmúlt időszakban. Vendégem pedig Kis Dávid, a csapat új vezetőedzője. Örülök, hogy itt vagy velünk. Hát érdekes, beszélgettünk már erről, íve van a pályádnak, annyi szent, hiszen ideje korán elkezdted az edzéseket, edzőséget, 2012-ben hagytad abba a profi pályafutásodat, és végigjártad, ha úgy tetszik, a Jégkorong Akadémia, a Titánok vezetőedzőjeként, aztán a válogatott mellett, aztán másodedzőként az első csapatban. Én azt hiszem, hogy mindennek rendelt ideje van, és most így krisztusi korban, ha úgy tetszik, a tiéd lett a csapat, segítőt pedig értelemszerűen szintén egy fontos ember, hiszen 2012 és 16 között már itt volt köztünk Tyler Dietrich. No, kezdjük azzal, hogy mennyit sikerült erősödnöd ahhoz, hogy egy ilyen, amikor felmerült a neved, hogy teljes egészében vállald a felelősséget, hiszen ne feledjük, ahogy mondtam az imént, a Jégkorong a legkedveltebb sportág jelen pillanatban Székesfehérváron, és ez így van rendjén, hiszen az eredmények is ezt bizonyítják. Először is jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, másodszor pedig remélem, hogy ez így is fog maradni, hogy ilyen közkedvelt lesz és eredményes, ezt igyekszünk fenntartani, esetleg duzzasztani ezt a nézőszámot. Itt a felvezetőben, ahogy említettem, elég viszonylag már most úgymond hosszú edzői pályát futhatok magam mögött, de akkor azért is kezdtem el annól ilyen fiatalon, mert abban reménykedtem, hogy majd esetleg, ha elérek ilyen krisztusi kor közelébe, akkor már elmondhatom magamról, hogy rutinos edzőnek számíthatok, és edzői pályán folyamán bármikor is megkaptam egy adott korosztályt vagy egy csapatot, akkor is mindig ez a kérdés kísért, hogy készen állok-e, hogy ilyen fiatalon elvigyem akkor a U18-at, vagy az U20-at, vagy akár az említett Erste Ligás titánokat. És én mindig örömmel vetettem be magam ezekbe a kihívásokba, és ez most egy hasonló, hanem ugyanolyan szituáció, csak azért mégiscsak egy még magasabban rangsort ligába történik ez meg, és több néző szem előtt fog ez végbe menni, és remélem, hogy maga biztosan fogunk szerepelni. Nincs kétségem felőle, hogy ez megerősítést jelent neked a szakmai pályafutásodban. Én elővettem egy régi nyilatkozatodból egy részt. Szívem csücske Fehérvár, mondta Székesfehérvár, hiszen játékosként és edzőként is iszkeztem el pályafutásomat. Ha egyszer itt adódna meg a lehetőségem, akkor nem gondolkoznék egy percig sem. Szeretném majd magam kipróbálni, megbánnám, ha nem tenném. Meglepetésként ért a felkérés? Az idő rövidsége miatt, és egyik pillanatról másikra, abból szempontból igen. Szélig Viktor, vagy Gál Péter elnök ural, vagy bárki mással, amikor beszélgettünk itt az elmúlt években, ők többször is hangsúlyozták, hogy szeretnék, ha egyszer esetleg én megkapnám itt a lehetőséget. Nem tudtuk még, hogy ez körülbelül mikor lesz, nem is volt ez még tervben, csak a közeljövőben, hogy mondhatom. De hát a Kevin ugye telefonált egyik éjszaka, és ott dönteni kellett, és már akkor éjszaka beszéltünk a Szélig Viktorral, és már akkor említette, hogy most én lennék az első számú jelöltje, és hogyha ezt
én úgy érzem, hogy készen állok rá, akkor ő odaadná nekem ezt a feladatot, és én nem is gondolkoztam igazándiból, tényleg erre a lehetőségre vártam. Az egy dolog, hogy mennyi idős vagyok most, azt hiszem, hogy van már elég rutinom és tapasztalatom, remélem, hogy ez majd azért a csapatjátékán is meg fog mutatkozni. Igen, hát remek íve van a pályafutásodnak, annyi szent. De itt az a kérdés számunkra legalábbis, hogy ugye ez a ranglétra csúcsánra kerültél. Tyler Dietrichet te választottad másodedzőként segítse a munkádat? Igen, nem is. Megfordult a fejembe. Volt egy másik jelölt is, akire először gondoltam, ugyanúgy ismerős a magyar jégkorongos közegben az embereknek, aki ismerik Diego Scandella nevét, de ő már nem volt elérhető, és a Tyler írt rám először egy-két napra rá, hogy megjelent a cikk, hogy a Kevin nem jön vissza, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy reméli, hogy megkapom ezt a lehetőséget, és hogyha kell van bármilyen segítség, akkor ő nagyon szívesen segít, hogyha kell, esetleg csak idejön a szezon elejére, vagy szezon közben néha. És én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha konkrétan egész szezonban idejönne, és akkor kellett neki pár nap, hogy ezt azért letisztázza otthon a családdal, intézen dolgokat, és közben felvette a kapcsolatot a Viktorral is, és azt mondta, hogy nagyon jó időzítéssel és boldogan vágna bele abba, hogy ide visszajön. Egyébként meglepett Kevin távozása? Én azt mondom, hogy mi sportkedvelők, sportrajongók és a többi, ez csúcshír volt, mert ezt se tudtuk képzelni, hiszen az elmúlt két esztendőben azért nagyon sokat tett azért, hogy a ligában is egyre jobban szerepeljen a csapat, összeértetek, ha úgy tetszik. Igen, meglepő volt, de abszolút megértem az ő álláspontját is, azért most már 64 évesen kapott egy olyan lehetőséget otthonról, ahol 4 éves szerződést, ugye, és közel lehet a családjához, az utóbbi 6-7 évben nem nagyon volt otthon, leszámítva 1-2 hónapot egy évben, és ő most a biztosat választotta. Egyértelmű, hogy a mi szemszögünkből nem túl jó, sem az időzítés, sem az egész üzenete ennek az egésznek, ráadásul, hogy a magyar vállalatotnak is, ugye ő volt a szövetségi kapitány, és még ott 2 éves szerződése hátra volt, úgyhogy sok mindent így félbehagyva itt hagyott nekünk, de ilyen a sport, erre fel kell készülni, és remélhetőleg így majd úgy, ahogy én is, mások is megkapják a szerepeket, hogy betöltsék ezeket akár a jégkorong szövetségnél. Egy kérdés, ez mellékszál tulajdonképpen. A válogatottnál a szereped változik, vagy másodedző maradsz? Még semmilyen információt nem tudom, még egyelőre gondolom ők is próbálják ezzel megkeresni a vezetőedzőt, és majd utána talán a stábokat kialakítani. Beszélgettünk Szélig Viktorral erről is, hogy ha esetleg tovább számítanának rám, mint másodedző, akkor egyáltalán meg tudom ezt oldani, vagy a klub támogatja esetleg, hogy menjek, majd erre vissza kell térnünk, hogyha egyáltalán tényleg szeretnének. Világos, tényleg, mert ez szeretnének. Nagyon fontos kérdés. Azért jönnek azok a tornák, amelyek meghatározóak ebben az esztendőben is. És hát a felkészülés az nyilvánvaló, hogy nagyon nagy szerep hárul a másodedzőre is ebben az értelemben, vezetőedzőre nem különben nyilvánvaló. A játékosok miként fogadták ezt a változást, hiszen nyilvánvaló, hogy ők is az újságból tudták meg. Igen, azért itt gyorsan terjed a hír. A játékosok között már azért volt, aki tudta már talán másnap, amikor még talán hivatalos se volt. Minden esetre én pozitív visszajelzéseket kaptam tőlük, nagyon sokan írtak, voltak, akik hívtak, és mind örültek, és remélem, hogy ez egy kicsit most ezt ki is tudjuk használni, hogy újra egy picit, hanem mondhatom azt, hogy talán felszabadultabbak lesznek, egy kicsit izgatottak lesznek megint egy új szezon kezdet miatt, ahol most egy teljesen új edzői stábbal szeretnénk egy kicsit tényleg minimális dolgokat változtatni, és többször lenyilatkoztam már azóta, hogy a kreatív játékosainknak és a lídereinknek szeretnénk annyi szabadságot adni, ami remélhetőleg ösztönözni és segíteni fogja az ő játékot arra, hogy eredményesek legyünk, mint egy csapat.
Ha visszatekintünk a pályafutásodra, ugye az U20-nál is már remek sikereket értél el. Én azt gondolom, hogy a nevelő munkád az fantasztikus volt. Számtalan olyan játékos van jégen most is, akik tőled indultak, tőled kapták a legtöbbet. A titánokról nem is beszélve, hiszen azért a rájátszásban ott voltatok az elmúlt időszakban, és azt hiszem, hogy ebben a megerősödött magyar mezőnyben ez fontos. Harmadrészt pedig ugye az osztrák liga az pedig azért egy teljesen más szint ilyen értelemben, és ott is jöttek a sikerek. Ezt mennyire érzed magadénak? Mi mindent lehetett például Kevintől megtanulni, amit most hasznosítani tudsz majd? Remélem, hogy volt mindenben részem, amikor eredményesek tudtunk lenni. Mindenkitől tudok valamit tanulni. A Kevintől is nagyon sok mindent tanultam. Az eleve, hogy ahogy ő látta a meccset, az tényleg nagyon jó dolgokat mondott mindig. A videó meetingeink fontosság és lényegessége az tényleg rendkívüli. Ő nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy videón keresztül úgymond iskolapadban ülve tanítsa a jégkorongot, és természetesen az analitika, a számok, a statisztikák mellett sem mentünk el, hanem teljesen belebújtuk magunkat, és ezt a kettőt próbálta ötvözni, videó és statisztika, hogy így irányítsa a csapatot. Bemondom őszintén, tetszett nekem, meg ezt a fajta edzésködést már megtapasztaltam, vagy láttam mástól is, említett Tylertől is annól, amikor mi elkezdtünk dolgozni, csak talán nem ekkora formában, nem minden nap ilyen sok órát, és tényleg néha észre kell venni, hogy mi az, ami pozitívan hat a játékosokra, és mi az, ami negatív, és néha szemet kell hunni olyan statisztikák fölött, és nem kell felnagyítani talán, ami nem biztos, hogy annyira fontos, de a játékosok önbizalmát nem letörve néha el kell felejteni, és tényleg pozitívumokat kiemelni. Tehát a cél a pozitív megerősítés a játékosnál is, a jégen töltött idő függvényében az eredmények nagyon-nagyon fontosak, ugyanakkor a hétköznapok is fontosak. Lesz-e változás a keretben ennek tükrében? Ugye a Sarauert olvastuk, meg még néhány játékos távozik, de érkezők is lesznek. Igen, azért hát három nagyon fontos magyar válogatott és kulcsfontosabb a játékosunk elment, ugye Erdélyi Csanád megy légiósnak, és a horvát Milán is megy légiósnak, a Sarauer pedig úgy döntött, hogy visszavonul. Úgyhogy ez tényleg három nagyon fájó magyar játékos. Azért mégis mellette hoztunk még magyar játékost, hátvédeket, ugye Kis Roland, Vokra Roland, aki befejezte itt velünk a szezont előző szezon végén is. És ugye az új légiósok, akiket majd be kell tenni, különböző helyekre meg kell találni a helyüket, nekik még majd át kell adni ezt a szisztémát, ezt a struktúrát, amit két éve azért próbálunk felépíteni. Úgyhogy tényleg a csapatgerinc azért egybe van szerencsére. Tehát ezért struktúraváltás nem várható egyértelmű. Minimálisan. Én úgy érzem, hogy mivel ez most történt pár hete, és már elkezdtük a felkészülést erre a szezonra, ezért nem szeretnék én most mindent félrelökni, és azt mondani, hogy ez legyen. Azt hiszem, eredményesek is voltunk az utóbbi években, és ez köszönhető annak a játékrendszernek is, amit mi játszottunk, de úgy gondolom, hogy nagyon pici változtatásokat lehet mindent. Tehát a játékrendszerben nem lesz gyökeres változás nyilván. Nem érzem, hogy most itt lenne az ideje, illetve hogy ez most jót tenne a srácoknak. Remélem, hogy most egyre elég lesz az, hogy egy kicsit szabadabban játszhatnak, nem lesznek annyira bekorlátozva bizonyos szituációkba, és meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég, és hogyha kell, akkor belenyúlunk olyan területeken a játékrendszerben, ami esetleg nem működik. Tehát a Franciaországba távozók bizonyos értelemben majd lesik a tévét, hogy milyen jól szerepel a csapat nélkülük is. Persze mi is szurkolunk nekik, hiszen gondolom a válogatottba visszatérnek. A titánokból kik lesznek azok? Lesznek-e olyanok, akik felkerülnek a Éber keretbe? Igen, nagyon remélem. Azért Ambrus Csongor és Csollák Márknak már van szerződése velünk, ők azért már tavaly is magukra ölthették a mi mezünket,
velük ugyanúgy szeretném folytatni a közös munkát, de egyértelmű, hogy van még ott nagyon sok tehetséges fiatal, és nagyon jó lenne, hogyha meg lehetne nekik adni a lehetőséget. Nekem eddig is az volt a feladatom mindig, amit edzősködök konkrétan, hogy a fiatalokat beépítsem, és mindig fiatalok korosztálya játszottam idősebbek ellen, úgyhogy az nem lenne új, de meg kell találni a hangsúlyt és az egyensúlyt leginkább, hogy hány fiatal tudunk egyszerre betenni, hogy az mellette eredményesek is tudjunk. Vannak adni. Elvárások most az évelben? Így meghatározó, hiszen azt éltük meg, hogy az elmúlt időszakban meghatározó volt. Nyilván a Salzburg bizonyos értelemben kiemelkedett, de ettől függetlenül a négyben az mindig reális esély mutatkozott, hogy ott legyen a csapat. Én azt mondom, hogy kimondatlan elvárások vannak, nincsenek leírva, de azért mi tudjuk, hogy mit szeretnénk, és mi az a szint, ahova minimum elvárást szeretnénk magunknak. Tehát ez azért a playoff, úgy gondolom, itt az utóbbi években ez sikerült. Ez alá semmiképp sem lehet tenni, és úgy gondolom, hogy egy ilyen első öt helyezést mindig szemölt és célba kell tartani, hogy azt elérjük, mert azon nagyon sok múlik, ugye automatikus playoff, akár hazai pályaelőny, ezek mindig egy jó célkitűzés, és utána a playoff az egy mindig másik hoki, másik Jó. történet, úgyhogy én azt mondom, hogy a playoff elérés lenne a minimum, és onnan majd meglátjuk. Az elmúlt időszakban a taktikai rész az ilyen értelemben kiemelkedő volt, hogy egy fantasztikus védekező játék, és emellett azért voltak látványos örömhokis meccseink is. Ez most változik, vagy így maradt? Tehát ez a védekezés lesz az alap továbbra is? A védekezés az mindig egy fontos alapja, úgy gondolom, hogy eredményesek legyünk, de sokszor mondták ránk, legfőképp az utóbbi szezonban, hogy nagyon, nagyon védekező hokit játszunk, és nem közönség szórakoztató, mert ugye kevés gólt lőttünk, de keveset is kaptunk, ami eredményes is volt, mert tudtunk nyerni 2-1-re vagy 1-0-ra, ami tényleg nem a legizgalmasabb a nézők szempontjából. Viszont 2 vagy 3 évvel ezelőtt meg, amikor az Antikarulával edzősködtem még az első évenben, akkor meg rengeteg gólt lőttünk, 7 meg 8 gólokat lőttünk, de kaptunk mellette 5-6-ot. Úgyhogy az sem volt túlságosan egészséges, hogy rengeteg góllövés, rengeteg gólkapás, úgyhogy most a kettőből kéne egy jó egyveleget csinálni, ahol tényleg remélhetőleg felszabadult után lőjük a gólokat, és feláldozóan fogunk védekezni, és reméljük ez elég lesz. Győzőben. Ehhez alkalmas a keret, hiszen azért alapvető meghatározó játékosok távoztak, és nyilván azért a légióst gondolom sikerül úgy igazolni, hogy az Erdély Csanádék hiánya ne érződjön meg. Abszolút, ha csak megnézzük egyénileg a játékosok teljesítményét, akik már ebben a ligában játszottak, és akár hány pontot szereztek, akkor úgy gondolom, hogy a csapatban van potenciál arra, hogy gólt lőjünk. A védekezés meg igazándiból én úgy gondolom, hogy egy elhatározás, ahol azt mondjuk, hogy mi végig védekezünk és segítünk a kapusunknak, és nem csaljuk el a játékot abba az irányba, hogy csak is a támadás legyen, hanem pont akkor a büszkeséggel tölt majd el minket a védekezés, mint ahogy gólt lövünk, és remélem, hogy ez a kettő így együtt tényleg látványosan jó lesz. Mert így kerek a világ. Rövidesen átadják, hát rövidesen, még nem mostanában az új, szerintem a világ legszebb stadionja. Eddig mindig a Veszprémit mondták, a férfi kézilabda csapat otthonát, de a miénk szebb lesz, abban biztos vagyok. Várjátok már? Hiszen ez egy új struktúrát jelent edzés szempontjából, a nézőszám is megnő, bár nyilvánvaló, hogy a Raktár utca is csoda volt ilyen értelemben. Igen, azt hiszem ez egy új mérföldkő lesz azért majd a klub történetében, ha oda tényleg betehetjük a lábunkat és beköltözhetünk, majd teljesen át fogja ez írni tényleg a napi munkánkat is, ha csak a jégidőket nézzük, hogy korlátlanul ott fog rendelkezésünkre állni egy jégfelület, amit bármikor be tudunk osztani, nem kell azon törnünk a fejünket, hogy most éppen kivel kell megosztani, vagy hány percet töltetünk csak a jégen. Ugye elvileg ez szezon közepe fele talán elkészül, mindig ez december 28. Nem tudom, hogy az a pálya még akkor reálisan készen lesz arra, hogy mi átköltözünk. Én nem hiszem, hogy,
hogy meg fogjuk tudni azt tenni, hogy szezon közben egyik napról másikra egy teljes klubot, egy csapatot oda átköltöztessünk, de nagyon remélem, hogy jövőre már ott lehetünk, és én is leszek a vezetőedző, és én is megélhetem azt, hogy abba a gyönyörű arénába edzősködhetünk. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz, annál is inkább, mert én azt hiszem, hogy jó úton jár ebben az értelemben is a csapat, hiszen a vezetés bizalmát élvezed, a játékosokért nem különben, és azt hiszem a szurkolókért mindenképpen, hiszen már régóta vártunk rá, hogy a magyar közegből is kiemelkedjék egy olyan fiatal szakember, aki jelen pillanatban messze a legjobb magyar csapatot vezetheti. Úgyhogy mi azt várjuk, hogy tehát akkor négy közé, Magyar Kupa az alapvetés, a győzelem, a válogatottban pedig olyan játékosokat tud delegálni, akik mindent megtesznek azért, hogy újra A-csoportosak legyünk. Igen. Úgyhogy én ezt kívánom neked, és természetesen további mosolygós szemeket, és pedig a szurkolók nevében azt ígérhetem, hogy természetesen az a 4-5-6 ezer ember az ott lesz. Jó hangzik, köszönjük szépen. Dávid, köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőink, a kis Dávid a Fehérvár AV19, Hidrofehérvár AV19 új vezetőedzője volt a vendégünk. Várjuk a szezon kezdetet. Önök is, gondolom, történjék így. Viszontlátásra, minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.